Ez a 6 hektáros terület a Dombóvári Ipari Park fejlesztési programjának következő helyszíne. A terület jelenleg nem rendelkezik infrastruktúrával, így ennek kiépítése szükségessé vált. Ennek tervezéséről írt alá szerződést Pintér Szilárd polgármester a kivitelező cég vezetőjével. Köszönöm szépen. A projekt végrehajtásához szükséges forrást a területfejlesztési operatív program megyei alapja biztosította, úgy, hogy az eredeti pályázat benyújtásakor parkolópályára került. Ez egy tartaléklistás pályázat volt, ez 2020-ban sikerült visszahozni az élők sorába. Nyilván ebből a 2018-ban beadott, 2020-ban újra életre kelt pályázatnak a forrása, mert előláthatóan tudom biztosan mondani, hogy kevés lesz, hiszen egy 220 milliós csomagról beszélünk. Menet közben mindenki által ismerten úgy elhúztak ezek az árak, hogy ma már szerintem ennek a duplája mennyiségre lesz szükségünk. Ahhoz azonban, hogy a végleges költségek tisztázódjanak, a terveknek el kell készülnie, és a feltételes közbeszerzési eljárást is le kell folytatni. Eddigi jó tapasztalataim azt bizonyítják, hogy ezeknél a megkezdett projekteknél mindig sikerült a megyének az IA segítségével megszerezni ezt a tartalék forrásokat, amelyet be tudjuk fejezni a 2018-19-ben megálmodott beruházásokat. Pintér Szilárd véleménye szerint az ipari park korszerűsítését és egy belső úthálózat kiépítését követően jelentős piaci igény jelentkezik majd a benépesítésre, hiszen a környékben már számos vállalkozás telepedett le, és prosperál sikeresen.